Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként foci, az FC Ajka hétvégi mérkőzéséről láthatnak egy összefoglalót. A Merkantil Bank Liga 26. fordulójában a Szeged 2011 Grosics Akadémia látogatott az FC Ajka otthonába. A hazaiak az utolsó négy mérkőzésen veretlenek maradtak, két győzelem mellett két döntetlent játszottak. A bajnokságban a 12. pozíciót foglalták el a megszerzett 26 pontjukkal. Fontos mérkőzés volt ez a bakonyiaknak, hiszen csak két ponttal álltak a kieső helyen lévő Cegléd előtt. A vendégek három vereség után tudtak győzni az előző fordulóban. A tabellán a 6. helyen álltak, eddig 37 pontot gyűjtöttek. A Böcskei Balázs, Hofbauer Roland, Péter Tamás játékvezetői hármas felügyelete alatt folyó mérkőzésen nem estek egymásnak, inkább csak tapogatózással kezdtek a csapatok. A 18. percben egy visszatett labdát Szovomni lőtt kapura, de Szántai bravúrral védeni tudott. Labdabirtoklásban kicsit jobb volt a Szeged az első félidőben, de helyzetet, legalábbis komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A szélekről próbálkoztak beadásokkal, de rendre sikerült tisztázni vagy a védőknek, vagy Jánosának. A 37. percben Varga ívelte be a labdát balszérről, amit Szovumni Majorhoz fejelt. Ő visszaadta, majd Szovumni egyszer megtolta a labdát, és 12 méterről a kapu jobb felső sarkába lőtt. 1-0. A második játékrész elején hamar eldőlt a mérkőzés. A 49. és az 52. percben Böcskei kiállította Vasszalinovot, illetve Szabó Pétert. Innentől nem volt szép futball, hisz a Szeged visszaállt a 8 mezőnyjátékossal, az FC Ajka pedig őrizte az 1-0-t. Szántai nagy bravúrokat mutatott be, ezzel tartotta a reményt a vendégekben, az eredmény azonban már nem változott. A győzelemmel ismét értékes 3 ponthoz jutott az Ajka, hiszen a 10. helyre léptek előre, a Szeged pedig visszacsúszott a 7. pozícióba. Én azt gondolom hazaiként, hogy nem mi győztünk, önök vesztették el a mérkőzést, jól érzem? Mondhatjuk így, hiszen az előbb már beszéltünk róla, hogy egészen jó első félidőt produkáltunk, annak ellenére, hogy az Ajka megszerezte a vezetést egy lecsorgó labdából. Rengeteg jó támadást vezettünk, én úgy gondolom szemre tetszetőset is. Nem sikerült föltenni az íre a pontot, és az nagyon hiányzott, mert ugye láthattuk, hogy a második félidőben mi történt. Lendületes volt a második félidejük is, én nem gondoltam, hogy ilyen lélekjelenléten energiával bírja a Szeged. Igen, jellemző ránk azért a kitartás, a jó fizikum, tehát nem ijedünk meg. Ugye látszott, hogy 9 emberrel sem álltunk be védekezni, megpróbáltuk a támadásainkat befejezni, volt benne rizikó egyértelműen, de sajnos ez a fegyelmezetlenség itt az első kiállításnál megzavarta a fejeket, és utána rögtön a második is. Egyértelműen hibáztak a játékosok is, de én úgy gondolom, hogy itt ma más is. Be lehet tudni ezt a fiatal csapatnak? Azért annyira nem fiatal ez a csapat, vannak tehetséges játékosaink, ugye, de azt gondolom, hogy ez több volt annál, mint fiatalság, hiszen rutinos játékossal esetleg másodszorra már az, hogy kiállították, ugye, az a megint más kérdés, hogy miért, és hogy ki játszott még ebben hatalmas szerepet, az megint azt mondom, hogy egy másik dolog. Egy szemét még emeljünk ki, hogyha megtehetjük, Szabó Pétert, ő ugye játszott egy darabig nálunk is. Itt én úgy láttam, hogy az első félidőben bármikor lefutott bennünket. Igen, nagyon jó megmozdulásai voltak, jó formában is van. Én elhamarkodottnak tartottam a kiállítását, mert szerintem nem volt olyan gólhelyzet, ami miatt meg kellett volna kapja a rögtön a pirosat. A játékvezető így döntött, hát lelke rajta. Péter, győztünk 1-0, de a kedvenc mondatodat kell, hogy idézzem, győztes mérkőzés nem kell magyarázni. Hát tényleg így van. Az első félidő egyébként szerintem tűrhetően sikerült olyan szempontból, hogy tudtuk, hogy a Szeged jó csapat. Ennek ellenére én úgy érzem, hogy a nagy helyzeteink nekünk voltak. Tehát a Norbi kihagyott egy zicsert, Tomasz kihagyott egy zicsert. A Szegednek lehetőségei voltak inkább, de nyilván kidombolott, hogy jó csapatról van szó. Tudtuk ezt előtte is. Hát a másik félidő az egy érdekes történet volt.
ugye nekünk élet-halál kérdése volt itt a három pont, tehát igazából megmondom őszintén, hogy én is kicsit szégyellhetném magam most emiatt a játék miatt, de azért nem teszem, mert ilyen helyzetben még nem voltunk az utóbbi 7-8 évben, és most nem számít semmi más, mint az eredmény, és hogyha így kell kiharcolni egy 1-0-ás győzelmet, hogy kifütyülnek bennünket, akkor így kell, mert volt, amikor tapsoltak nekünk, de döntetlen játszottunk, hogy kikaptunk. Aztán volt ilyen is persze, amikor a játékvezetővel mi foglalkoztunk, és nem az ellenfél, de szerintem a két kiállítás teljesen jogos volt, úgyhogy a Szeged ilyen szempontból saját maga tehet arról, hogy 9 emberrel fejezte be a mérkőzést. Én megmondom őszintén, nyugodt voltam a padon, amikor 9 játékos ellen játszottunk, akkor tudtam, hogy megvan a 3 pont, és mondom, ez a legfontosabb most. Egy érdekességet még meg kell, hogy említsünk. Szabó Peti most nem a mi csapatunkat erősítette, a Szegedben játszott. Mit látsz a játékán? Így van. Ugye amikor Peti itt volt, akkor ő támadó szerepkörben szerepelt, elég kevés lehetőséget kapott, utána távozott tőlünk, én is meglepetéssel vettem, hogy Szegeden a jobboldali védő pozícióban, de ma is nagyon jól játszott, nagyon veszélyes volt a kapunkra jobboldali védőből, rengeteg támadásba belépett, úgyhogy én gratulálok neki, hogy ilyen fejlődésen ment keresztül, úgyhogy, és hát lehet, hogy visszaigazoljuk. Ezt a kérdést tettem volna fel. Elvisíkon van erre esély? Ha tőled kérdeznek, 5 nevedben lesz a Péter az 5-ben? Hát ez csak nyilvánvaló a Peti oda való, tehát nem hiszem, hogy még egyszer ilyen távolra, mikor egy jó csapatban játszik, mint a Szeged, mert tegyük hozzá, hogy egy nagyon jó ellenfél volt ma a Szeged, aki megérdemeltem van a 6. helyen, úgyhogy én kívánom nekik, hogy tartsák meg ezt, vagy akár lépjenek feljebb az 5. helyre.